Kezdjük talán a legelején. Arról szeretnélek egy kicsit kérdezni, Fecó, hogy ha minden igaz, akkor te egy ferencvárosi igazi vagány gyerek vagy. Hogyan érintett meg a muzsika? Volt-e a családban zenei indítatás, illetve hogyan indult a pályád? Hát a második szó ez egy kicsit erős volt. Az elsőt vállalom, hogy ferencvárosi voltam, közel a Fradi pályához. Édesanyámat korán elveszítettem 4 éves koromban, és apai ágon lévő nagyanyám vette át az anyai szerepet, ő nevelt. Közel a Fradi pályához, Ernő utcának hívták ezt a gangos házat, ahol szombat-vasárnap jó ebédre szólanóta mindig jöttek a vándormuzsikusok, ki hegedűvel, ki tango harmonikával, és akkori ügyeletes lágereket, népdalokat, meg egyebeket játszottak. És ez nekem annyira megtetszett, hogy mondtam az apámnak, hogy egy ilyen kis tango harmonikát kérnék karácsonyra. Amit megkaptam, és elkezdtem autodidakta módon ezeket a dalokat, ami nekem tetszett megtanulni. Olyannyira, hogy az egyik hétvégén szombat-vasárnap egy ebédnél csönd volt. Fogtam magamat, a tangóharmonikával kimentem, mi földszinten laktunk, és nem látszódott a 3 emeleten a gangon, hogy ki játszik. És azt vettem észre, hogy dobálták a pénzt újságpapírba. Ez nagyon megtetszett, úgyhogy innen származtatom a zenész múltamat. Tehát itt kezdődött. Ez volt az első gázs, igen. Igen, és ha jól tudom, egy ideig azért párhuzamosan ment a sportolás szenvedélye. Igen, de még válaszolnék a kérdésed második felére, hogy se visszamenőleg, se apai, se anyai ego nem volt zenész a családban. Ha csak a postás nem. Ezt nem tudom, most már utólag bebizonyítva. De kerestük, kutattuk és nem találtuk. Tehát valahogy így jött a dolog. Igen. És ez a sportolásos vonal az mikor kapcsolódott be az életedbe? Illetve miért kell abba hagynod a sportolást? Nézd, abban az időben az én korosztályomnak két dolog volt a legfőbb szórakozása, hogy kijöttünk az iskolából, leraktuk a táskánkat, akkor még az utcákban egy autó jött óránként, és fociztunk. Órán száján fociztunk, és ahogy tehettük, mentünk a Népstadionba, ahol teltház volt még egy kettős rangadón. És én hát nyilvánvaló apai indítatásból az első meccsre oda vittek le az ülőüti pályára, ebből kifolyólag maradtam fradista. És aztán későbbiekben olyan barátaim lettek, mint az idős Albert Flóri, Varga Zoli, és sorolhatnám azt a legendás csapatot, ami Szőke Varga, Albert Rákosi, Fenyvesi. Arról nem beszélve, hogy a Szőke Pista szintén az Ernő utcában lakott, a magyar vándoros magyar Zoli is ott lakott, és nagyon sokat fociztunk együtt. A másik szórakozásunk az volt az amerikai filmek, amire sorok álltak, hogy jegyekhez jussunk. Vagy az Alfában, vagy a Corvinban voltak ezek az amerikai film bemutatók, és hát az volt a másik nagy szórakozásunk. Akkor álmodni nem mertünk, hogy egyszer az ágyból nézzünk egy filmet. És volt olyan lélektani pillanat, amikor eldőlt, hogy akkor te nem focizol? Mert ha jól tudom, azért te serdülő válogatott is voltál, vagy legalábbis. Hát arra már nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy egy akkor már zongorázni tanultam. Tehát Magyarországon, amikor elkezdődött a zenei általános, az első az a Bakástéri zenei általános iskola volt, ahová felvételit nyertem, zongoraszakon elkezdtek tanítani. De egyébként visszatérve erre a gangra és a tangoharmonikus időszakra, az első lépéseket a házban lévő zongoratanárom, mert lakott a földszinteni zongoratanárnő, akinek volt 3 lánya. És én nem tudom, hogy hogy kerültem oda a zongora, vagy más miatt, de gondolom a koromnál fogva a zongora, aki elkezdett tanítani zongorázni. És erre a induló Bakástéri zenei általánosban másodikban, az elsőt az Ernő utcában, Tűzoltó utcában végeztem, a másodiktól kezdve meg a Bakástéri zenei általánosban zongoraszakon kezdtem el tanulni. Volt a Ferencvárosnak egy visszavágó meccse, még a régi fa tribünös pályán, talán egy spanyol, vagy Bilbao, vagy már nem tudom milyen visszavágó volt, ahol emlékszem, döntetlen volt. És a 3. percben, mert ugye a Fradi kölyök csapatában is játszottam, kedveskedni akart a szakosztály, hogy a nagy meccs előtt egy kis hangulatot csinálva, tiszta fehérbe az egyik csapat, tiszta zöldbe a másik csapat, ilyen 10 éveseket összeengedtek. És a 3. percben ráestem a kezemre, és eltörött a kezem, a csuklom. Másnap zongora vizsgám lett, nekem ez volt a vízválasztom. Tehát hál' Istennek nem a foci maradt, az csak a szeretete. Ezt nem tudom kihagyni, mert egyszer egy tévéműsorban együtt voltunk még annak idején, és akkor mesélte el a Fecó ezt a sztorit, és én nekem kapásból az jutott eszembe, hogy ha akkor a törrejtel történetesen a lába törik el, akkor a focista. A kérdés jó.
És hát itt jutunk, igen? Igen. Ez a meccs. És hát itt jutunk el ahhoz a kvázi vízválasztóhoz, ami 1967, amikor jól tudom, te 16 éves voltál, és egy nagy csókolomot köszönve megjelentél a Neoton együttesnek a próbáján. Hát hogy, igen, hogy kerültél velük össze? Ennek az az előzménye, hogy az Attilával én itt ismerkedtem meg egy kimitút selejtezőn, ahol ő valamilyen duó formájában szerepelt, mint gitáros énekes. Én pedig az amatőr együttesemmel, a zenegimnáziumból egy pár tagban, a konzervatóriumban jártam, alkalmi zenekarral, akkor már összekerültünk egy ismert, viszonylag ismert zenekarral, a Közgazdaságtudományi Egyetem zenekarával, a Neoton együttessel. És akinek az orgonistáját elvitték katonának, és a pásztor a kimitut bemutatkozás után odajött hozzám, hogy lenne kedvem a Neotonba menni. Hát mondtam, persze, hogy lenne kedvem. Szüleim és a tanáraim nem kis meglepetésére, meg örömére, mert komoly zenei pályára szántak engem. De engem ez a négy hosszú eljő, ez a Beatles annyira megfogott, hogy, és repített, és ez tart mind a mai napig, hogy egyszerűen így mentem, mint ki, és a vajban nem érdekelt semmi, csak ez a zene. Aztán később vonatkozik ez a Deep Purple-re is, és az összes billentyűs, hamondorganás zenekarra. Tehát egy életérzés volt, ami egyszerűen vitt, repített engem. Arra emlékszel, hogy melyik volt az első sláger, amit a Neotonban írtál egyébként? A Neotonban nem írhattam slágert, ez is volt a, ez volt a mi szívfájdalmunk. Azért elmondom a fiataloknak, hogy azért a Neoton úgy nézett ki, akkor még nem voltak lányok, nem volt diszkó, csak az Erdős Péter. És a Neoton nagylemez Bolondváros címmel 1970-ben készítettük. Nem kisebb személyiségekkel, mint a Somlajos volt a basszusgitáros, aki az Omegába dobol a mai napig, Debreceni Ferenc volt a dobos, Pásztor László volt a szólógitáros, akkor még volt ritmusgitáros Galász Lajos személyében, és jó magam volt a billentyűs. Tehát ezekhez a nevekhez kötődik Bolondváros címmel az első Neoton nagylemez, és ez mind Pásztor László szerzemény volt S. Nagy Istvánnal. Aztán, ha folytathatom ezt a vonalat, a kimitút kapcsán vagy a lemezjártól, vagy a magyar államtól nevezzük annak valakitől, kaptunk egy lehetőséget, hogy Afrikában, Lagosban, Nigériában, valamint Gánában, Akrában egy magyar gépipari bemutató volt. Amit szerettek volna színesíteni, és minket küldtek, mint Neoton együttest, kicsit színesíteni a gépipari bemutató zenével. Egy olyan helyre, ahol a gyerek úgy nő fel, hogy 2-4-re csettünk. Na most képzeld el, hogy 1971-ben kimentünk Téli Józsival, a télben, a nyárban, én 19 éves gyerekként, aki egyszerűen visszafelé jövet, nem tudtam hova tenni, és skizofrén állapotban kerültem, mert más tanítottak, amit élőben éreztem. Mert visszafelé Amsterdamban megálltunk, és jobb kézfele az utcának volt egy Levi Strauss volt, Farmerről beszélek, valószínűleg a Lee volt. Na most melyiket vegyem meg? Azt mondom, inkább bemegyek a hangszerboltba, mert ott van a Hammond orgona, 3-4 darab, kicsit játszok rajta. De be kell mennünk a szállodába, hívjunk egy taxit, jött egy Mercedes taxi. Szóval itt próbálom érzékeltetni azokat a körülményeket, ami itthon elképzelhetetlen volt, egyrészt és másra tanítottak engem. És utána elkezdtem kérdezni itthon, hogy hogy van ez, és nem kaptam rá választ. Tehát nekem ez egy meghatározó lépés, ugyanúgy, mint a zenekarban, a zenekar életében, és az én életemben is, mert én eddig, mint szerző, nem szerepeltem a Neotonban. Csak mint billentyűs vokalista. És amikor erről az afrikai turnéről hazafelé jöttünk, láttunk Amsterdamban, Somlajossal észrevettük, hogy Black Sabbath paranoid lemez bemutató. Hát mondanom se kell, hogy az első sorban csápoltunk. Ez olyan nagy hatással volt ránk, hogy már a visszafelé jövő repülőúton, az IL-18-esen, amit nem szabadott kinézni az ablakon, mert így járt a szárnya, mindig attól féltünk, hogy leszakad, elhatároztuk, hogy egy ilyen zenét fogunk játszani, ha hazajövünk, kiszállunk a Neotonban. Ezt a kemény és a lírának az ötvözetet, és a Somlajos mondta, hogy ő már játszott a legendás gitár királyérad, és Vélával mást, jobbat erre a célra nem tudnánk elképzelni, és akkor még a Debreceni Ferenc is a zenekar tagja lett volna. Megérkeztünk Ferihegy repülőtérre, ezt megelőzőleg az Omega együttessel turnéztunk nyáron, akkor úgy hívták, hogy országos rendezőiroda keretében. Tehát valami jóban voltunk egymással. Igen, ám csak miközben mi kint voltunk Afrikában, nem tudtuk, hogy átalakult a magyar könnyűzenei szakma.
Tehát több ismert együttesből lett egy vadonatúj, amit úgy hívtak, hogy LGT. Tehát kiszállt a Lauspresser, és láttuk a repülőtén. Hát ilyen jó van, mi nem voltunk a Benkő Laciékkal, hogy kijöjjenek a repülőtérre miattuk. Hát igen, a debreceni cikit már egyből vitték magukhoz, és akkor így került sor végül is a debreceni helyett a dobon a Metro együttes dobosán a Brunner Győzőre. És 1972-ben ez a négy ember azt hitte, hogy a kőfalak leomlanak, Radics Béla, Somlajos, Brunner Győző és én, és itt születtek az első dalok Horváth Attilával, meg a tulajdonképpen a nekem a szólóének, a lehet így mondani, pályafutásom. Ugye minnyien tudjuk, itt is kint van a legendás Taurus plakát eredetiben, hogyha olyan sikeres volt a Taurus, hogy bemondásra megtelt a park, hogy nem csak a szakmai bemutatón, a free előtt is hatalmas siker volt, akkor hogy lehetett az, hogy te 1977-ig 77-ig vársz arra, hogy újra, miután a Taurus valamiért megszűnik, hogy te újra hard rock alapú rockzenével foglalkozol. Tehát, ha ez ilyen szinten beégett a Black Sabbath után, és elképesztően sikeres volt a Taurus, akkor miért nem folytattad ezt az irányt tovább? Nézd, én egy taknyos gyerekként, 20 évesként értem meg ezt a sikert. Nálam sokkal idősebbek voltak a zenekarban, akiknek tulajdonképpen kellett volna ezt a zenekart összetartani. Hogy ne kerüljön arra sor, hogy viszály van, hisz a közönség imádott minket. Nem kaptuk meg azt a lehetőséget az államtól, a lemezgyártól, amit ígértek. Mi kell egy zenekarnak, hogy a munka gyümölcsét a kezébe vegye elsősorban a várva várt nagy lemezt, amit megígértek nekünk. És ahogy ez nem jött, a siker viszint volt, és nem értettük a dolgot, egymásba kerestük a dolgokat viszály-viszályáton, az ilyenkor lenni szokott, és bomlás. Mert akkor, amikor az Orán került a zenekarba, azt megkérdezte a szakmisek közben, hogy kerül a cipő az asztalra. De nem az én dolgom lett volna 20 évesként ezt a világot összetartani, mert a zenekar világot összetartani, megváltani. Nyilvánvalóan nem mind nekem, mint a zenekar talán összes tagjának ez egy baromi nagy csalódás volt ez a zenekar sikere, illetve a rövid bukása időszaka. Akkor tulajdonképpen én egy olyan világban menekültem, hogy anyagilag egy kicsit megerősödjek és felejtsek, ami akkor tulajdonképpen pozitív volt egy zenész számára, mert hát csak a madár repült át a kerítéssel meg a határokon. Lehetőséget kaptunk, hogy vendégmunkásnak idézőjelben zenészként egy alkalmi zenekarral Ausztriába és Németországba játszunk este 9-től reggel 4-ig az akkori világslágereket. És természetesen nagyon jól megfizettek minket ezért. Én nagyon sokat tanultam ebből az időszakban, hogy bocsássak, csak befejezem a gondolatomat, odáig szeretnék eljutni. Tehát ez egy nagyon nagy tanulópénz volt, és nekem a szívem mögött mindig az volt, hogy ismét színpadon lenni, és ismét ezt a sikert elérni, de már új tagokkal, fiatalokkal, és hát tulajdonképpen, amiről beszélek, ez a vendéglátós időszak 75 volt, és két év kellett ahhoz egy rövid Konzsuzsával való együttműködéssel, amikor illésnótákat kísértünk, és ebből is elegem lett, hogy most akkor megmutatom, hogy fiatalokban álló bandát alakítok, így került sor a korál együttes megalakulására. Szándékomban volt egy olyan gitáros keresni, mert ez a kettőséget szerettem volna fenntartani, ami a Taurusban volt az én lírai vonalom, Radics Béla a kemény vonal, itt pedig a Fischer Lacinak a rock vonalait, az én lírai vonalom adta tulajdonképpen mind a múltat, mint pedig a korál hangzást, ami összehasonlíthatatlan az összes többi magyar rock együttes. És amikor 77-ben volt ez az ominózus nosztalgia koncert a Taurusszal, meg a Piramissal, akkor te utána leültél a Sommal, vagy az egykori zenekari tagokkal, hogy fiúk, mi most létrehozunk egy új zenekart, és játszanánk ezeket és ezeket a dalokat. Tehát, hogy mindenki áldását adta, hogy a Taurus hagyományt a korál viheti tovább? Nézd, én 1978-ban talán ebbe a ifjúsági parki kiadványba is van egy fotó róla. A V-motorok együttes előtt mutatkoztunk be az ifjúsági parkba. Ami olyan jó sikerült, hogy hát akkor talán az idősebbek emlékeznek, hogy az étteremben volt egy VIP szektor ott fönt, és akik ott szakmából 90%-a ott volt. És hát olyan nagy sikerünk volt, hogy mind a múltban, tehát a 72-es korosztály is képviseltette magát,
meg az akkori korosztály is, és olyan jól fogadták ezek a régi dalokat, a Kőfalaknál vannak, az Anyám vigasztalt, tehát ami akkor születtek, hogy egyszerűen nem akartak minket leengedni a színpadról. Különböző rigmusok voltak, akárhogy is fáj, korálít a sztár, nem kell piramis, és sorolhatnám. Hát ezért kérdezem tőled, hogy nem sokat beszélgettem én utána Lajossal arról, hogy akkor hogyan tovább, vagy dalok meg egyáltalán. Akkor már a Piramis egy ismert és sztár együttes volt, de mi pedig nagyon élesen és egyik pillanatra a másikra ott voltunk a csúcson. Meg hát nem is igazán volt mit kérdezni kitől, mert a Fecó azokat a dalokat vitt a korálba, amiket a Taurusban is ő írt és ő énekelt, tehát másnak a szerzeményeit nem hozta át a korálba, tehát nem kellett senkitől semmiféle engedélyt kérni arra, hogy ezt a hagyományt folytassuk, mert az egyébként már az alakuláskor is teljesen nyilvánvaló volt, az tudatos választás volt, hogy mi igenis ezt a hagyományt akarjuk folytatni, a Taurus örökséget tovább vinni, és még gazdagítani új szerzeményekkel. 72-73-ban akkor például a Kőfalak leomlanak című szám az mennyire volt rendszerkritikus, vagy mennyire volt ez egy olyan szám, aminek volt a rendszer felé kritikája. Ugye itt óhatatlanul mai füle hallgatva az ember azt mondja, hogy hát ez a berlini falról szól, legalábbis részben. Holott egy nagyon lírai felütéssel kezdődik, ami tulajdonképpen egy szerelmes nóta kezdete is lehetne. Mit lehet erről közelebbit tudni, mert ez nagyon érdekel itt szerintem mindenkit. De akkor szakmáznunk kell egy picit. Én mindig azt mondtam, soha nem politizáltam direktben, sem a dalaimmal, sem úgy egyébként a dalakon kívül, mert különösen a rendszerváltás után kezdtem el érezni azt, hogy egy művésznek nem ez a feladata. Viszont mindig érdekelt mindenféle társadalmi jelenség, érdekelt a világ, amiben élek, és érdekelt a környezet, ami körülvesz, és azokat viszont bele is fogalmaztam a dalokba, pontosabban azokat az érzéseket, amik bennem születtek, ezeket a körülményeket ismerve, dolgokat látva, folyamatokat, mozgásokat szemlélve. És én mindig azt szoktam mondani magamról, hogy én közérzett dalokat írtam. Tehát nem közéleti dalokat, de közérzett dalokat írtam, amikben nagyon-nagyon sok közéleti téma is van, megközelítés is van. De van egy másik trükk még, ami... Érem azt hiszem, hogy világéletemben nagyon jellemző volt, már rögtön az elején is, tehát kezdő szövegírókoromban is, hogy nagyon-nagyon szeretek általam úgynevezett dupla fedelű dalokat írni. Tehát olyan szövegeket szeretek írni, ami azonnal első hallásra teljesen érthetően közöl valamit, de hogyha valakit érdekel, és van ideje, kedve, indítatása, egy kicsit jobban belemélyedni, akkor rájön, hogy mindegyik mögött még van egy másik tartalom is, minimum. Hát azt nem merem azt mondani, hogy kivétel nélkül, mert az biztos, hogy nem lenne igaz, de a dalok nagy többségében van még egy második réteg is, amit föl lehet fejteni, és ezért van az, ezt nagyon-nagyon sokszor hallottam már vissza a közönségtől, szakmától is, hogy milyen érdekes, hogy általában az én dalaim azok hangulattól, életkortól, élethelyzettől függően hallgatják újból és újból, akkor mindig új és új dolgokat tudnak még felfedezni bennük. És egyrészt ez nagyon jól esik, hogy ezt így mondják és így látják, másrészt viszont én ezt tudatosan csinálom. Nekem lenne egy kérdésem, hogyha 78-nál leragadnánk még egy pillanatra, hogy nem annyira kibeszélt ez a sztori, ugye, de most már ugye YouTube-on is fenn van ezek a wikidálos demók, hogy miért nem sikerült úgymond megtartani a Gyulát? Nem álltak jól nekik az ő érces hangjához ezek a lírai dalok, vagy a Schuster olyan vehemensen rúgta fenékbe Gyulát, amikor ezt megtudta, hogy Gyula megijedt tőle, vagy mármint a Schustertől. Tehát a Schusterék verzióit ismerjük,
mószerolták rendesen Sárvárival együtt a Wikidát, de a korál aspektusából ezt a sztorit én annyira nem ismerem. Én előjáróban azt mondanám, hogy az IQ-jával volt baj, én nem ismertem a Wikidát Gyulát, hogy milyen ember. Ha ismertem volna, nyilvánvalóan nem hívom el a zenekarban. Ezzel mindent megmagyaráztam. A Schuster sokkal jobban ismerte, mint én. Ő már ezt előre tudta, hogy nem lesz ott, nem maradott nálam. Engem csak az bánt és fáj a dolog, hogy képzeld, de négy ember próbál hónapokat. Ki van tűzve az ifjúsági parki bemutatkozó, és a buli előtt egy héttel szerettem volna még egyet próbálni. Héttel. Le volt adva az akkori sajtónak, az ifjúsági magazin, Magyar Ifjúságnak a zenekar fotója, bemutatkozása. És a Wikidál ott ültünk, a próbán megjelent ilyen... Ha jól emlékszem, készen volt a plakát. Persze. És ebben az az érdekes, hogy ugye a Bencével beszéltük, hogy pont a P-Mobilnak is, ugye április 30-án volt a híres neves koncertje, amikor úgymond elbuktak a piramissal szemben. Igen. Tehát az, hogy ott a Gyula elájult, mert ugye ezt szokták mondani, ezt hallom nem egyszer, hogy ugye ő elájult a koncert előtt, mert nem sikerült a cájgot összerakni. Lehet, hogy az is belejátszott, hogy szegény már bánta, hogy akkor a korállal viszont lement volna ez a bizonyos nagy koncert. Én nem tudom, de még egy jellemző gondolatot túl azon, hogy még egyszer azt mondom neked, az IQ-jával volt baj, meg talán a gerincességgel, mert amit egyszer kimondott, azt nem tudta vállalni még egyszer. Csak befejezem ezt a gondolatot. Képzeld, mit érzett a zenekar, amikor ott ültünk, és meg voltak osztva a nóták, hogy a rock nótánkat a Gyula énekelte, a lírát meg én énekeltem. És ott maradtam egyedül, mert a Gyula bejelentette, hogy hát meggondolta magát. És annyit tudtam mondani ott a zenekarral, hogy Gyula, melyik ajtón jöttél be? Ennyi volt a Wikidál Gyulával, ott maradtam egyedül, és kénytelen voltam az egész műsort én énekelni, amire hálás vagyok a közönségnek, meg a sorsnak, mert baromira bejött Wikidál nélkül. Én egy másodpercről azért a Gyulát annyiban szeretném egy kicsit megvédeni, hogy én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a saját döntése volt, és hogy ezt ő a saját jó szántából. Egész biztos, hogy ez valamilyen nyomásra történt, de találgatni ebben az ügyben nem akarok, de... Majd meghívjuk őt is, aztán hallottunk olyasmiket, hogy őt egészen egyszerűen a Schuster kényszerítette vissza. Tehát, szóval, bocsánat. Nem tudom. Igen, szóval eltelt jó pár év. Hát kicsi ez az ország, és nagyon sok dolog egybefolyi, és találkozunk a fellépő művészekkel a hosszú évek folyamán, ha akarjuk, ha nem. És volt a Hajógyári szigeten egy fesztivál 1981-ben, ha emlékszem, a zenész szakszervezetért dolgoztunk több mint 20 ezer ember jelenlétével, ami nem tudom, hogy hova ment ez a pénz, de ez egy másik beszélgetéstől. A lényegben, hogy, és mondom, nem beszéltem a Wikidál Gyulával, sem én, sem a zenekarom, és egyszer nem tette a 30 év alatt, hogy azt mondja, hogy Fecó, gyere, leülünk egy pohár bor mellett, vagy beszélgessünk el. Mert én tőled vagy rólad soha nem köhögtem, mert hogy kiderült, hogy besugó volt. Egyszer nem történt meg. De az megtörtént, hogy a Fischer Lacival elkezdett üzenni ezen a 81-es hajógyári szigeti bulin, hogy mi lenne, beszélt meg a Fecóval, de voltak ezek a konténerek, amiben ilyen zenekari cuccokat tesznek, flight case. Egy ilyen ember nagyságúba berakják a Gyulát, és behozzák az anyám végasztai alatt, és onnan elkezd énekelni. Szóval milyen lelki világa van a Palinak? Igen. Igen, nincs. De nagyon érdekes. És ismerted, bocsánat, ez a szituációt? De tetszik, nem? Azt mondom. Nagyon érdekes, amit a Fecó mond, mert ugyanezt a Schusterról is elmondta fél évvel ezelőtt, amikor az Olival belebeszélgettünk, hogy ha leült volna és meghív bennünket egy pörköltre, meg egy pálinkára. A tiszta lelki ismeretesen leültet, de ne higgyél senkinek, nekem higgyél. Ennyi. Kibeszélhetlen maradt a mai napig a kettőnk viszonya. De ennek ellenére mondom, csodálkozom, hogy ezt a kérést tolmácsolta volna felém a Fischer Lacin keresztül. De aztán értem a logikát. De aztán végül is belejöttél a Wikidál szólamok éneklésébe. Hát hála jó Istennek, a közönség szeretete megtartott és átvitt ezen a dolgon. Ez egy nagyon nagy, hogy mondjam neked, várakozás előzte meg azt, hogy a Wikidál nélkül ezeket a dalokat elénekeljük. Mert annyira passzentos volt az ő torkában, minden olyan napig megvannak a felvételek, hogy így lett kitalálva. Pont ide kapcsolódik Horváth Attilához a kérdésem, hogy amikor legutóbb az MTI számára csináltam veled egy interjút jó pár éve, akkor
azt mesélted nekem, hogy minden egyes énekesre igyekszel rászabni a szövegeidet. Tehát akár még ad abszurdum énekórára is mész, és megpróbálod azokat a dalokat úgy elénekelni, ahogy azt a Tunyogi Péter fogja, hogy a Balázs Fecó fogja, hogy a Kalapács Józsi, stb. És pont itt adódik a kérdés, hogy 78-ban te két embernek írtál tulajdonképpen, két ének hangra írtál szöveget, Balázs Fecónak és Vikidár Gyulának. Nem érezted ezt a... 78-ban még csak így? A Taurus noták voltak. Uh-huh. 80-ban született az első lemez. Uh-huh. Ha jól emlékszem, 80-ban adták ki az első lemez, ugye? 80-ban. És azon még nem voltak saját korálnoták, tehát új szerzemények még nem voltak. A második lemezen születtek. Pontosabban, bocsánat, a Maradj velem az első lemezen volt, és az már abszolút új szerzemény volt, de hát az eleve az Fecónak így volt, mert akkor már a Gyula nem volt. Azt hozzá kell tenni, hogy az Attila akkor már a Piramis nagyját tette a szövegeival, holott nem az ő neve szerepelt a lemezeken. A Nemes Nagy István. A Nemes Nagy István, vagy a zenekar neve. Az egy érdekes kérdés lehet, hogy ugye a korál 78 májusától mondjuk 86 elejéig létezett úgymond a klasszikus felállás. És nekem feltűnt, hogy ez végülis akárhogy is, ez közel 8 év, és ebben az időben a zenekarok általában egy-másfél év után mindig újabb és újabb lemezeket adnak ki. És nekem furcsa az, hogy a korál hivatalosan három sorlemezzel állt elő, illetve a negyedik lemez pedig kislemezek kompilációja, hogy annyit játszottatok ilyen évi 200-300 koncert, hogy nem volt idő arra, hogy az évi ritmusba beálljatok, vagy nem volt ilyen exkluzív szerződésetek, mint a V-motoroknak az évi lemezre. Mi volt az oka, hogy tulajdonképpen három sor lemezt... Hát nézd, egyrészt azért, mert ez a három sor lemez olyan erős volt, hogy szexszerette a közönség, ezt követeltem tőlünk általában mindig. Nem voltunk feltöltődve az új dalokra, az a másik része a dolognak. És a harmadik része a dolognak, hogy kicsavartak minket, mint a citrom, amiben saját magunk is hibásak vagyunk, kicsi volt a piac, kicsi volt az ország, és körbeforogtunk állandóan. Kedden, szerdán, pénteken, szombaton évi 460 koncertet adtunk, szóval kimondani is rossz. Itt hozzá kell fűznöm, hogy életem első koncertje egy korán koncert volt 81 tavaszán a Battonyai Művédési Házban, 11 éves kisfiú voltam, és aznap még, ez volt ilyen 5 óra magasságában ez a koncert, és aznap még Mezőhegyesen lenyomtatok egy másik koncertet. Nem volt playback, ezt tett hozzá. És nem volt playback, úgyhogy nem csoda, hogy tényleg... 460, hány nap van egy évben? 300. Most képzeld el, volt olyan, hogy péntek, szombat, vasárnap 3 vagy 4. Szóval fizikai, akkor nem volt mobiltelefon. Ha nem tankoltunk mondjuk Szolnokon, akkor legközelebb Debrecenbe tankolhatunk, ha arra megyünk. Tehát egész más viszonyok voltak. Nekünk kellett majdnem fölvinni a cuccot, meg lehozni. Tudod, mert addig van rajongó, még vigyél be. És amikor végén a bulinak, akkor már eltűntek. És a hamandorgonát meg le kellett akkor is hozni. Hát ez volt a Kádár rendszer diszkrét bája. De ez úgy volt szép, és úgy volt jó, ahogy volt. Na. Nekem a legsikeresebb időszakom volt a 80-as. Még a végén itt mitikus magasságokban emelkedik az a koncert. Csak az igazat mindig. Pont, hogyha, mert Zoli megemlítette a vidéki koncerteket, nekem is van egy, ami kifejezetten a vidéki milliót adja vissza, annak minden bájával együtt, értsd ezt most negatív idézőjelben, hogyha azt mondom neked, hogy Bonyhád, akkor mi jut róla eszedbe? Hát ott egy rendőrpofon jut az eszembe, már csak azért is, mert el kell képzelni egy bonyhádi kultúrházat, ahol az egyetlen lámpa is ki van csúzlizva, sötét van magyarul. Az volt a színpad hátsó bejárata, ahol nagyon sokan maradtak kín, és szerettek volna bejönni. Tehát teltház volt. Igen. És valami előadásból jöttünk egy kicsit késve, és ott hátul szálltunk ki, és mentünk volna be. És már nem tudom, hogy mi volt az oka, de azt hiszem, hogy összekevert a rendőr valami helyi rockerral, vagy csápolósa, vagy nem tudom, mert szót szóvet követett, és kaptam egy taslit. Hát, és akkor elgondolkoztam, hogy akkor, és én azokkal a gyerekekkel, akik benn vannak, nem tolhatok ki, hogy nem megyek be, és nem játszom le a bulit. Legszívesebben azt tetted volna? Legszívesebben azt tettem volna, de
végül is, hál' Istennek, úgy döntöttem, hogy nem. És akkor lejátszottak a bulit, és én ott bemondtam, hogy hát ez az icides történt, és utána próbáltunk orvosolni, menni a rendőrösre, ahol nem fogadtak minket. De ez egy jó hosszú ideig megmaradt nagyon keserű élménynek, mind bennem, mind pedig a zenekarban. Ha édesebb élmények felé kalandoznánk, akkor jön ez ominózus 81-es év, amely több dologról is nevezetes, amellett, hogy a Nincs búcsúzás kislemez megjelenik, amit én nagyon szerettem ezt a dalt, sajnálom, hogy nem került fel a túlsó partra, de mindegy. Még felkerülhet. És arra már nem. És felmerült az bennem, hogy lehetséges az, hogyha ez a paradigmaváltó irány, ami bekövetkezett valamikor 81 vége körül a zenekar életében, azaz, hogy West Coast-osabb, finomabb zenék felé megy el, új orgonát is vettél, stb. A szintetizátor volt. A szintetizátor akkor jelent meg, egy polifonikus szintetizátor, amit Amerikában hoztam akkor, igen. Bocsánat, igen. És hogy a Tánzda Fesztivál 81 sikere, amely gyakorlatilag egy teljesen más millióbe rángatott bele, addig ilyen vagány rockerek között a backstage-be ment a csajozás, nem tudom, és kicsit ez a kívülállás is megmaradt, és egyszer csak egy ilyen intézményesebb keretek közé kerül a zenekar. Belejátszott a Homokaszélben óriási sikere abban, hogy aztán a kemény riffek kicsit háttérbe szorultak? Vagy mi volt a lélektani pillanat? Én azt mondom, hogy az ember változik minden évben többször, és ugyanazt a lemez nem lehet még egyszer megírni, szerintem, ha meg is tudnánk írni. Tehát replayjét annak a lemeznek, ugyanolyan nótákat. A Homokaszélben című dal hozta az országos népszerűséget az együttesnek. Azzal a különbséggel a többi rock együtteshez képest, hogy ezzel a dallal megnyertük a tiniknek a szüleit is. Tehát az idősebb korosztály is szeretett minket, és mind a mai napig szeret, ellentétben mondjuk más rock együttestől. Mi mindent, illetve nagyon sok mindent köszönhetünk ennek a dalnak, ennek a Tánzda Fesztiválnak, amit én nem szerettem volna, tiltakoztam, de a lemezgyár erőltette rám, hál' Istennek a dolgot. Tényleg, ezt nem is tudtam, hogy most ez már a igen. És tulajdonképp ott így a Kudlik Julis millióben fogalmazódott meg benned, hogy szívesebben tolod el inkább a szeretett koldusai irányba a dolgot, ami ugye a kettes lemez volt, mint sem, hogy jöjjön a Fekete Bárány voltam én? Ez nem így igaz, tehát és nem így egy... érzem. A Fekete Bárány az abban az időszakban, amikor elindult a korál, akkor ez ült és élt. Az az életérzés volt belőttünk. Hisz az Attila is minden korban azt az életérzés, azt a dolgot írja meg, ami benne van a levegőben. Amiről te beszélsz, akkor meg már más volt benne a levegőben. Akkor a Fekete Bárány nem volt benne a levegőben. Akkor Attilához fordulok, hogy te nem akartad a nagyon jó barátodat, Fecót rábírni, hogy Fecó szokám, hozzám közelebb áll a Jurái Pes, keményebb szand, nem lehetne legalább még, mit tudom, ne állj meg sohát felrakni legalább a kettes lemezre, vagy kicsit jobban megtartani a hardrockosabb arányokat az albumnál. Tehát te nem akartad befolyásolni, elfogadtad, hogy a Fecónak ez az irány jön be? Nem akartam befolyásolni, mert ő se szólt bele soha, hogy milyen szövegeket írok. Én se szóltam vele abba, hogy milyen irányba menjen a zenekar. Az nem az én feladatom, nem az én dolgom, de ha már beszéltünk a Homokaszélben című dalról, azt hagyd mondjam el, hogy ugye, hogy ez egy olyan tipikus fesztivál nóta. Ugyan más közegben, meg más stílusban, mint amit megszoktunk, de az olyan tipikus fesztivál nóta. Nem annak készült. Ezt nem a fesztiválra írtuk, ez a következő nagy lemez egy darabja lett volna, és mert tényleg szóba nem került, hogy a korál elinduljon a fesztiválon. A lemezgyár erőltette, és akkor melyik nóta legyen, hát akkor legyen ez. És akkor így nem került le, így maradt le a lemezről, a második lemezről. Ez egy sornóta lett volna a sok közül az egyik, tehát ezt nem a fesztiválra írtuk. A következő lemezem, mert ugye a szeretett kódusainak lehet valamennyire ikerpárja, hasonló a gitárszóló benne, vagy de tehát a struktúra. Azért a Tánzda Fesztiválos fellépéseteknek, mármint a 81-esnek azért van egy külön kis története, ha már én lehetek a Kádár rendszer szapulója ebben a szűk körben, hiszen ezt Attilával egyszer nem is olyan régen voltunk az egyik televízióban, és ott is elmesélted, hogy ott azért bizony nem volt az annyira sikerrel kikövezve az elején az a
szám, sőt, ha minden igaz, talán meg is nyerte volna a Táncdal Fesztivált ezen óta. Ez egy élő tévéadás volt a döntő, amiről beszélünk, és volt egy nemzetközi zsűri, aminek a tiszteletbeli elnöke egy szovjet hölgy volt. De innentől folytassa az Attila. Ez jóval később, hát nem is olyan nagyon jóval később, hát már a eredményhirdetés utáni fogadáson valaki elárulta a sztorit, hogy az történt, hogy a zsűri teljesen egységesen ezt a dalt. Bocsánat, csak hogy tudni kell az élő szagát, hogy a tévében mindig bemondták, tehát amikor vége volt az oda, a zsűri visszavonul, ugyanúgy, mint most telefonáljanak. És a zsűri visszavonult, és egyértelműen azt mondták, hogy a homok a szélben nyeri a fesztivált. Amikor is a szovjet hölgy azt mondta, hogy de ő ezt megvétózza, mert neki le volt oda fordítva a szöveg. És azt mondta, hogy ha nem lennék szabad élni, se tudnék. Hát csak ne, ez nem nyerhet. Tehát ilyen sorok, ilyen mondatok hangzanak el egy nótában, ez nem nyerhet. De annyira, hogy úgy vétózta meg, hogyha ennek ellenére mégis a zsűri azt dönteni, hogy ez a dal nyer, akkor ő hivatalosan bejelenti, hogy ő lemond a zsűri elnöki posztjáról, ő kiszáll a zsűriből, és diplomáciai botrányt csinál. Na most ez körülbelül egy 2,5, majdnem 3 órás vita volt a zsűriben, amíg az élő tévéadás állt. Mindig bemondták, hogy akkor még egy NDK-s kisfilmet lejátszik. NDK-s zenés kosár, ajándékkosár, de utána már jön a visszakapcsolunk a színházon, mert meghozza a zsűri. De nem kapcsoltak vissza, tehát újabb és újabb zenés ajándékosarak kellettek. Körülbelül 3 órát csúszott a műsor, mire a zsűri beadta a derekát, és így nyert a Limbo Hintó, második lett a Szólja hangosan az ének, de harmadik díjat megkapta mégis a dalszal. Azt nem merte, nem akarta egyáltalán, nem határozottan ragaszkodott a zsűri hozzá, hogy az első háromban benne kell, hogy tehát legyen. Volt azért a szovjet eltárs nővel szemben valaki pártfogótok mondjuk? Hát gyakorlatilag mindenki. Mindenki más. Gyakorlatilag mindenki, hát ő ezért vétózott. Mert nem arról volt szó, hogy szavazunk, és akkor mit tudom én, 8-1 arányban leszavaztak engem. Nem, ő azt mondta, hogy akkor ő vétózik. És akár akkor csak az SBT-ben, hát félelmetes. És akkor lett volna ebből diplomáciai botrány, hogyha akkor a zsűri nem adja be a derekát. De egyébként egyhangúan, az ő kivételével egyhangúan úgy döntött a zsűri, hogy ez legyen az első. És ezt valaki a zsűri tagjai közül árult el már a fogadáson. A fogadáson, már aznap éjjel. Már aznap éjjel, csak nem mondom meg, hogy ki, mert ő kérte, hogy ne szivárogjon ki, hogy ezt elárulta nekünk, mert ez hétpecsétes titok. Szóval a kérdésedre, hogy a zenei vonal miért változott, vagy miért nem változott, vagy miért nem maradt abban az irányban, ami a korán első két lemezén megvolt, vagy csak az első lemezén megvolt. A korán első lemez egy hagyaték volt a Taurusból. Maradj velem, került csak mind új dal oda rá. Aztán az összes többi akkor született, amilyen világban éltünk és gondoltuk. De párhuzamosan, mondom, évi 400 koncert adott, ki voltunk csavarva. És abban a 22-es csapdájába estünk, mint több együttes velünk, hogy ha 3-4-szer, mert kicsi volt az ország, a piac, 4-szer elmentünk ugyanennyi helyre, már nem voltunk érdekesek. De kénytelenek voltunk, mert a technikus ebből él, és sorolhatnám a dolgot, tehát ez egy láncfolyamat volt. Időközben fölnőtt egy új generáció, ami ezen a Táncdal Fesztiválon is volt, egy más zenei irányzat, egy inkább képnek való, tehát vizualitás, mint a zene szeretete. Megjelentek a különböző formációk, Hungária, Ergo, Doliról, sorolhatnám ezt a fajta zenei világot, Komár Laci, ami egy kicsit könnyedebb, táncolhatóbb, akkori korosztálynak jobban megfelelő zenei világ volt. És szép lassan majdnem minden együttes így a korál is leállt. Én soha nem mondtam azt, hogy feloszlottunk, leálltunk. Ebben a leállásban hogy értékelitek az Óceán albumot, amelyen vannak nagy slágerek, ugye még egészen régi dalok is, meg a Kőkök hátsó udvarba, stb. Igen. De a koncepciója ugye egy sokkal intellektuálisabb volt, mint a korábbi Jó utat, Diogénész gyermek. Igen, azt hiszem, igen. Hogy egy rocker se tudja ki, én is tanul, Diogénész. Igen. Még ezt... Ő követte. Ő követte, tehát hogy
nem félted, nyilván lehetett tudni a felvételek elején, hogy, hogy ezzel most a zenekar kockáztat. Abban bíztatok, hogy ez a 3-4 slágeresebb dal elviszi a hátán a bonyolultabb struktúrákat? Nem bíztunk semmivel. Szóval mi nem álltunk, hogy lemezőtte csináljunk egy olyan dalt, ami biztos bejön. Ilyen nincs, én ebben nem hiszek, mert a közönség választ mindig. Én soha nem találtam el egyébként, hogy egy lemezem melyik lesz a legnépszerűbb dal. Tehát nem így álltunk hozzá, én legalábbis úgy álltam hozzá, ami bennem volt, azt megírtam akkor. Így az óceánra is azokat a dalokat írtam, ami belőlem jött, és gondolom, hogy a többi is, a Fischer is, és a többi szerzőtársam a zenekarban. De mondom, változott az ember lelki világa, változtak az évszakok jelképesen mögöttünk, új korosztály, új zenei ízlések, és nekem szerencsém volt, mert találkoztam egy olyan jelenséggel, ami szintén új volt abban az időben. A Korál Együttes utolsó turnéja 85-ben volt, és eljutottunk Vas megyébe Sárvár mellé, ahol szállás problémáink voltak. Ja, bocsánat, még az óceánról mond valamit. Már az első Korál lemez is, illetve általában a zenekar, tehát koncertek után és lemezek után is, olyan jó kritikákat kapott, pozitív kritikákat, és abban nem egyszer elhangzott olyan mondat, hogy a Korál az egy intellektuális rockzene. Tehát szakmai kritika. Tehát intelligens, intellektuális rockzene. És az valóban az én ötletem volt, hogy a harmadik lemezen akkor próbáljunk meg egy, ha nem is koncept lemezt, de ugye a két óceán, mint első és záró tétel, függjön össze, és valamilyen módon legyen egy hívja a lemeznek. És én azt mondtam, hogy egy kicsit szövegekben is menjünk mélyebbre, merjünk bátran olyan témákhoz nyúlni, mint amilyen például említetted ezt a Diogénész gyermeke című, Jó utat Diogénész gyermeke című nóta, ahol ugye volt egy prózai betét, amit egy színész olvasott, ez a Mészöly Dezső fordításában az Antigóné nagy részlete volt, amit én mondtam, hogy merjünk kockáztatni, merjük. Ne higgyék azt, hogy a rockzene az csak primitív embereknek szól, és csak primitív módon szólalhat meg. A zenekaron belül egyébként valóban azt jól érezted, jól sejtetted, hogy voltak ezzel kapcsolatban viták, hogy megmerjük-e kockáztatni, merjünk-e ennyire bátran. Szerencsére a Révbíró Tamás, aki nagyon jó barátom volt már korábban is, meg azóta is az, ő akkor volt a lemezgyárnak az a márka menedzsere, aki a Korál lemezekkel is foglalkozott, és ő kifejezetten biztatott minket arra, hogy igen, merjünk elindulni egy ilyen irányba, és tulajdonképpen Fecó is teljes mértékben mellettem állt, és azt hiszem, hogy ez volt a döntő. De egyébként mondom, a zenekaron belül elég sokat beszélgettünk, volt sok vita, győzködtük egymást, hogy szabad, nem szabad, merjük, nem merjük. Végül úgy döntöttünk, hogy meglépjük, és én azt hiszem, hogy az egy egészen jól sikerült lemez lett, úgyhogy nem bántuk meg. Én legalábbis nem bántam meg, nem tudom, Fecónak. Én sem bántam meg, de mivel körülöttünk lévő világ forgott, jöttek az új zenekarok, új stílusok, új számok, új korosztály, nyilvánvaló átalakította akkor a régi Piramis, Korál, P-mobil és egyéb rockzenekari közönséget. De találkozásunk Sitkével az úgy kezdődött egy régi Korál koncert 85-ben, ahol szállás problémákkal küzdöttünk, és mondta valaki, hogy a privatizáció kezdetén nyílott egy kastélyfogadó 3 kilométerre Sárvára. Hát mondanom se kell, egy gyönyörű környezetbe kerültünk, mert ott volt a kastélyfogadó, de előtte, mikor bementünk ebbe a kastélyfogadóba, egy domboldalon egy gyönyörű szép ámbárd valami romos kápolna állt. És bent a kastélyba vacsoránál szócot követett, mert egy házas pár, aki ausztriai pénzét mindenit beletette ennek a kastélynak a rendbehozatalára. Többé-kevésbé ismertük évekkel ezelőtt, mert a Magyar Televízióban dolgozott, mint világosító, Kovács Ferencről beszélek és családjáról. És épp a vacsora közben láttuk a Magyar Televíziónak egy portréfilmét, ahol Párizs mellett Cifra György zongora művészünk megvásárolt egy kolostort, rendbe hozta, jó maga koncertezett benne, vagy különböző társművészeteknek adott benne, hogy festők, szobrászok, különböző kiállítások voltak. Tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy mentsük meg ezt a romos kápolnát,
teremtsünk egy hagyomány belőle, hogy minden év augusztus utolsó szombatján van itt egy rockfesztivál, aminek a bevételéből rendbe hozzuk majd ezt a kápolnát, és hát különböző dolgokat fogunk így a kápolnán keresztül Sitke falu lakosságába futballcsapatot összehozni, a sportkört fellendíteni, és hát különböző szakkörőket sikerült elindítanunk. Az első koncert 1985, ha jól tudom, augusztus 26-án volt utolsó szombatján, hát alig 200 ember előtt. Olyannyira, hogy amikor jöttek haza az emberek, már sötétedett, akkor állandóan elment az ára, meg kapcsolták be otthon a tévét, a tűzhelyet meg fogyasztani, és nem volt megfelelő ára. Rá 4 évre, amikor az István a királyt bemutattuk, több mint 20 000 ember volt. Itt szó szerint megállt az élet, és ennek a bevételéből mind belül, mind kívül teljes egészében sikerült a kápolnát rendbe hozni. Ez egy új életet kezdett, mert jogi formát kellett választanunk a működtetéshez, aminek én voltam a tiszteletbeli elnöke 20 évig. Egy kicsit megváltozott egészségi állapotam miatt én lemondtam erre a tisztségről, és Kovács Ferenc vette át ennek a szerepét. És ez a hagyomány idén 30 éves. Ez egy hiteles hely, szeretik az emberek, és idén, akik még élnek, azok lesznek a fellépők, akik tulajdonképpen az elsők között voltak az elején. És ezt hangsúlyoznom kell, hogy nekem ez egy nagy társadalmi összefogás volt, mert a falu lakosai nélkül ez nem lehetett. Képzeld el, ott van 10 000 ember, milyen szemetet adj maga után. Szóval akinek föl kell takarítani, össze kell szedni. És egyfelé húztunk, egyfelé húzunk mind a mai napig ebben a nagy összefogásban. Duplája lett az elmúlt 30 évben Sitke falunak a lakossága. Ez mind a koncertek miatt. Nagyon sokan jönnek oda esküvőre. Tehát országhatáron kívül is, tehát sikere lett, neve lett, beszélnek róla, és nem beszélve arról, hogy ilyen színpadkép, ami a zenekar mögött volt, egy kápolna, ez kevés van. Tehát én azt mondom, hogy ez egy hiteles hely maradt mind a mai napig. És köszönöm. Köszönöm. És tulajdonképpen, hogyha nem is kimutatható a közvetlen összefüggés, de az, amit elindítottunk az előbb említett óceánlemezzel, hogy egy kicsit más irányokba is nyissunk, mint ami a megszokott rock témák voltak korábban. Ez a Sipkei kápolna is azzal, hogy társművészeknek is helyet adott, mert őt képzőművészeti kiállítások. Hát sőt, bocsánat, az első klasszikus lemezem a Best of Bach, igen. Ez ott lett a kápolnán belül bemutatva, bocsánat. Ezt is akartam mondani, hogy valamint a Fecónak a szóló lemezei, amin klasszikusokat dolgozott föl, ez mind-mind annak a törekvésnek a részei voltak, hogy mi szerettünk volna nyitni mindenképpen. Tehát szerettük volna egy kicsit gazdagítani a rockzenét egy olyan színnel is, ami társművészetek felé, komoly zene felé, klasszikus zene felé nyit. Akkor ehhez kötődik, hogy ez a nyitáshoz, hogy ennek szellemében készült el a Regiszter és a Best of Bach, tehát egyfajta ilyen intellektuális kiteljesedés jegyében ugyanebben a hullámban? Hát én úgy mondanám, hogy lehetőséget kaptam az akkori lemezgyárvezetőtől, Réviről Tamástól, hogy kollégáim közül a Benkő Laci meg a Mihály Tomi készített ilyen jellegű szintetizátor lemezeket. Én akkor hoztam 85-ben Amerikából egy ilyen polifonikus szintetizátort, ami teljesen más hangzásvilágot képezett, és ezek a dalok, amihez nem lettek meg, kár lett volna hozzányúlni, ezek az Evergreen-ek, a Bach, szorolhatnám Vivaldi-tól kezdve, amiket átdolgoztunk két kollégámmal, Heller Palival és Lipényi Gabival. Ezek eredeti kotta szerint lettek az akkori korhangzásával a szintetizátor nyelvezetére fölvéve lejátszva, ami tulajdonképpen egy sikeres vállalkozás volt, mert abból elment 30-40 ezer példány, egy klasszikus zenéről beszélek, ami az abban az időben, ez remek volt, és nagyon örült a lemezgyár neki. Tehát én abban az időben ezt a hangulatot produkáltam, mint a Regiszter, ahol volt 10 gyönyörű szép lány, akinek az emlékeit próbáltam szintetizátoron ének nélkül megfogalmazni, valamint ezt a két klasszikus. Aztán ahogy múltak az évek, 87-88 körül, megint előjöttek a régi élmények a rockzene felé, és úgy sorra élettek föl az összes többi zenekar, akik annak idején velünk párhuzamosan leálltak. És úgy azt vettük észre, hogy
egy kis stadion belé, hányban is volt az? 97-es a kis stadion. 97-es. Koncerten, egy abszolút teltházas koncerten a közönség várja és szereti ezt a zenekart, és ez tulajdonképpen ezt tartott most mind a mai napig minket fönn a színpadon. Bár jóval kevesebbet játszunk, oda megyünk, ahol hívnak, és megfelelő feltételek vannak, de el tudom mondani, hogy az a közönség velünk idősödött és tapasztalódott, aki rajtunk nőtt fel. Furcsa az időnek ez a játéka, hogy amikor a klasszikus korán 86 elején visszavonulót fúj, akkor pont nagyjából ebből az időben fut a televízióban a 8 évszak sorozat. És lehet, hogy ennek a hullámán, mint ahogy mit tudom, mondjuk a P-box, az István a király hullámán is feljebb tudott emelkedni, lehet, hogy a korál is ennek a dalnak a sikerén meg tudott volna maradni, de te mégis leraktad a szintit. Nem sakkoztam soha. Igen. Érdekes módon az Évszakok című dal, illetve főcímdal, az nem a korál zenekarhoz kötődött, Fecóhoz kötődött. Holott korál dal volt, tehát korál zenekar játszotta föl, de Fecóhoz kötődött. És én azt hiszem, hogy akkor indult el Fecóban az a folyamat, amikor elkezdett szólólemezekben gondolkodni. És akkor kezdte kiadni a szólólemezeit. Úgyhogy folyamatosan azért a színen volt, és jelen volt a zenei életben. Én egy kicsit még örültem is annak, hogy szóló karrierbe kezdett, mert nekem, mint szövegírónak, az egy sokkal nagyobb terep volt, tehát sokkal szélesebb spektrum, sokkal gazdagabb, sokkal érzékenyebb szövegeket írhattam, mint egyébként egy rockzenekarnak, mert én ugyan nem szeretem a sablonokat, és kerülöm, még a rockdaloknál is kerülöm a sablonokat, amennyire csak lehetséges. De azért egy rockzenekar azáltal, hogy rockzenekar, ezáltal azért mégis valamiféle korlátokat szab. És amikor a Fecó elkezdte a szólólemezeit, akkor én lubickoltam abban, hogy én most teljesen szabadon gondolkodhatom, és nem köt semmiféle stiláris békjó. Úgyhogy én lehet, hogy szentségtörés, de én sokkal jobban éreztem magam a Fecó szólólemezeinek az írása közben, mint a korál lemezírások közben. A Soller Zsolt ügy is érdekelne engem. Tehát az első két lemezt, jól tudom, vele vettétek fel, ő volt ugye a basszusgitáros, és utána jött a Samu. De ha jól tudom, ő az akkori szóhasználat élve diszidált. Nem, honosított. Akkor az hogy történt? Ezt meséld el itt. Hát a dolog úgy történt, hogy amikor én elhatároztam, hogy fiatalokból álló zenekart alakítok a korált, akkor számot vetettem, hogy kik milyen poszton jöhetnek számon. Arra emlékeztem, hogy egyszer jártam a Soller Zsoltnak, amikor még én neotonos voltam, a nővérével udvaroltam neki. És akkor már tudtam, hogy a kis Soller nagy reményeket fűz a rockzene irányában. Hát így került ő a basszusgitárosi posztra. Nekem a rádióban elfogadtak egy dalomat, Lassan száll a köt címmel, amit az akkori Beatrice együttes, a diszkó korszakos nagyfelős időszak feleségével énekeltem, a Csuka Mónikával. Ott hallottam a Fischer Lacit, aki akkor szeret le épp a katonaságtól. És azt mondtam, hogy te vagy a Radics Béla megfelelője. A dobossal már egy kis problémánk volt, addig még a vöröshajú korálszínű dobos nem találtuk meg Dorosmai Péter személyben. Volt egy Pados István, aki viszont diszidált. Norvégiában veszi a halat azóta is. És a Soller Zsolt meg egy hát anyagi vita miatt került ki a zenekarból. És akkor jött a Dorosmali által kért, akkor kezdődött a jazz tanszak Magyarországon, a Pálvölgyi Gézával, meg ezekkel egy iskolába jártak, és ő hozta tulajdonképpen a Samut egy teljesen más zenei közökből, nem igazán rockzenész, de egy olyan nagyon jó muzsikus. Akartam is kérdezni, hogy ugye ha egy dobos is érkezik egy zenekarba, akkor megváltozik a zenekar. Basszusgitáros ugye a Rozsonyi Tamás barátunk bólogat, hogy igen, hiszen ő dobos.
Egy basszusgitáros is alapvetően, ugye ritmus szekciót alapvetően határozza meg, hogy érzed, hogy a Samu érkezése változtatott a hangzáson, kaptatok új impulzusokat, mi volt az ő szerepe? Csak lezenélte, vagy intenzívebben benne volt? Elsősorban az a szerepe a dolognak, hogy régen barátságból alakultak az együttesek. Hát elképzelhetetlen volt, hogy akit én nem szeretek, arra másfél órára viszont együtt zenélünk. Ma más szól a világ, ma kőkemény üzlet, sokszor alkalmaznak bizonyos produkcióra, akik soha nem látták egymást, viszont remek kiváló muzsikusok. Akkor viszont a barátság sokkal fontosabb volt, és így jelen esetben a Dorosmai Péternek nagyon jó barátja volt a Fekete Tibi, aki azt hiszem, hogy Vastaps, vagy nem tudom milyen együttes volt, ugye? Így van, ott játszott, és mivel a Péternek hittünk, legalábbis én, és a Pétert én egy nagyon jó, nem dobosnak tartom, dobosna is nagyon jó, de ő egy többennél, tehát ő egy jófülű muzsikus, aki jó dalokat ír, jó érzéke van, jó hangszere, jó stúdióban van, minden. Világa már bele tudta vinni? Már abszolút, tehát én őt inkább a jazzfonalról hoztam, mint a rockzenéből. A Samu se állt közel igazából a rockzenéhez. Tehát nyilvánvaló ez óvatatlanul befolyásolta a korál összképét, hangzásvilágát az utána következő időkben. De hát a homok a szélben, meg az óceán lemez után már egyre inkább a Fecó személyisége teljesedett ki. Tehát igazából azt már lehetett volna abban az időben úgy hívni, hogy Balázs Fecó és a korál. Tehát akkor már nem igazán klasszikus rockzenekarként működött a korál, mert ugye akkor már különböző kirándulásokat is tettünk, műfaji kirándulásokat is, és mindent. Úgyhogy igazából az, hogy Samu váltotta a Soller Zsoltit, az azt jelentette, hogy zeneileg gazdagabb lett ismét a társaság. Olyan inspirációkat hozott a Samu, amik nem a rock világából származnak. Tehát az megint adott egy plusz a zenekarnak a működéséhez, és azt meg hozzásegítette a Fecót, hogy egyre inkább az ő személyisége lett a sokkal súlyosabb, és a szólólemezeivel is, meg a későbbi munkáival is, tulajdonképpen ő akkor alapozta meg azt, hogy ő a mai napig is a Balázs Fecó, aki akár egyedül 100 zongorával képes egy teremnyi közönséget bármikor, bármilyen hangulatba. Jó, most ne fényezzél engem, most azt szeretnék mondani. Viszont... Bocsánat, csak a Soller Zsolthoz egy dolgot még. Tehát hozzátartozik a dologhoz, a következő lemezre bekértem mindenkitől, hogy hozzon dalokat, saját szerzeményeket, hogy a Zsoltnak is legyen a lemezen dal. Ez a következő lemez, ez a túlsó part? Ez a túlsó part, igen. Hát ezt a Fischer Lacit majd kérdezd meg, hogy mennyire igaz, amit én mondok. Használhatatlan dolgok voltak. Tehát ezért nem került fel a Soller Zsolt egyik dala se arra, mert borzasztó, csak ezt tudom mondani. De kérdezd meg a Fischer Lacit majd. Elhiszem, én nem kételkedni akarok, viszont hogyha még ezt a témát egy picit boncolgatjuk, akkor történelmi érdeklődésem folytán is muszáj megkérdeznem, hogy... Kicsit vegyél. Vagy átvédj. Vagy hogy ugye mindegyes tagváltás hivatalosan az Orinál bejelentendő volt. Igen. Amikor a Soller elment, vagy a Pados István elment. Nagyon fontos dolog most jutott eszembe. Amikor megalakítottam a korál együttest, és az első fellépésünk lett volna 78. május 1-én a Budai Ifjúsági Parkban, akkor kötötték a zenészeket érettségihez. Tehát anélkül lehetettő az Eric Clapton nem mehetett föl a színpadra. Most nevetünk, de az halál komoly volt abban az időben. Bocsáss meg! Tehát a Soller Zsoltnak nem volt érettségie. Nekem el kellett intéznem, hogy nem tudom, a rádió mellett van valamilyen Trefort utcai, vagy nem tudom. El kellett intéznem, hogy leérettségizzen. Tehát elment tanulni, és estén levelezőbe leírt. És miután elvégezte, és leérettségizett, akkor kapott a korál együttes működési engedélyt. Tehát azt is nekem köszönheti.
Igen, de a kérdés még továbbra is áll, hogy miután elment, és jött helyette Samu, meg a Pados helyett ugye jött a Dorosmai Péter, azt nyilván be kellett azért jelenteni az Orinál újra. Hát természetesen. Ez volt az ügyrend. Abszolút, az és, a maga útján. És nyilván valamikor az ember külföldre távozik, ugye honosítat, vagy diszidál, bár azt sem magyaráztatja, hogy mi ez a honosítás, arra még kíváncsi lennék. Nem kérdezték meg Balázs Fecót, mint a zenekar vezetőjét, hogy hát hova tűnt ez az ember? Miért ment el Norvégiába? Vagy ez csak a szüleitől, testvéreitől feleségétől attól a pillanattól kezdve, hogy kilépett a zenekarról, hogy kitettük a zenekarról, és egy másik egy ember vett át a szerepét, nekem semmi közöm hozzá. Ez egy felnőtt ember, aki önmagáért vállalja a felelősségét. Ennyi. Tehát nem a zenekarból, de privát emberként. De úgy tudom, hogy nem diszidált, hanem honosított, Schroller, mert valami német kötődése volt, igen. Azt hiszem, azóta is ott él. Nekem úgy volt, mint az LGT-nél, akár a Balfatónál. Azok diszidáltak. Vagyok a zenekar Bólatónél. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de itt ül a sorénk között egykori Sony-nál dolgozó Tamás, Rozsonyis Tamás, hogy a korálnak olyan 95-6 körül, ugye a Sonyhoz volt bekötve a zenekar, egy dupla kazettája jelent meg, vagy egyszer jelent meg egy Balázs Fecó és egy Korál kazetta. Megkérjük meg a Rozsonyicsot, hogy te később hogy kerültél a Sonyhoz, nem tudom, hogy erre emlékszel-e. Tessék, itt. Krónikás. Nem, az még, én úgy tudom, hogy az még a Rózsa produkció, Rózsa kiadvány volt, ami egyszer volt, igen, egy ilyen Balázs Fecó és a Korál, és a másik pedig, a másik a lemeznek a másik, illetve a kazettának a másik darabja, az pedig azt hiszem a duettekből, meg egyéb más Balázs Fecó szerzeményekből volt. Utána került át a zenekar a Sonyhoz. Mert ezt csak azért kérdezem, mert én emlékszem arra az albumra, amin a Balázs Fecó és a Korán, hogy azon előkerültek már húzósabb, rokkosabb dalok, tehát volt egy picit egy hangzásban, picit ilyen visszarendeződés a rokkosabb hangzáshoz, és nekem nagyon tetszett, és én azt gondoltam, hogy ezzel újra folyamatosan fog visszatérni úgy a Korál, hogy nem csak egy kis stadion teltház, hanem olyan erős ez az anyag, hogy a folyamatos jelenlétet biztosítja. És mi volt az oka annak, hogy ez a szerintem tényleg kiváló album nem tudta bejárni azt az útját, ami illett volna neki? Én egyszerűen tudok erre válaszolni. Abban az időben már, amikor a rendszerváltás volt, és sorra megalakultak a stúdiók, Enyedi, Proton, stb. Mondhatnám, átkerült privát emberek irányításában a műfaj. Van, aki jót csinálta, van, aki rosszul. Magyarul nem jutottak el azok a dalok megfelelő médiákba, ahová kellettek volna. Amit sláger csinál. Itt a rádió csinálja a slágert, aminek megvan az útja, hogy mikor, mennyit, hány nap, stb. Nem volt olyan ember, nem akarok példálozni a kollégáim közül valakivel, akivel minden évvel csináltak egy-két slágert, aki tovább vitte az egészet és elvitte az egész anyagot. Csak ezen múlik. Tehát egy jó dalból bármikor lehet slágert csinálni, aminek következményei vannak. Több lemezt adnak el, nagyobb teltházban és így tovább. Nekünk nem volt egy ilyen menedzserünk. Én ezzel magyarázom. Arról nem beszélve, hogy bocsánat, csak erre a korszakra jellemző volt, hogy megint csak az új korszaknak bizonyos szamurájai, meg egyebek nagyon népszerűek lettek a borzadályból, így zenész szaknyelven szorva, mi így hívtuk. És ezekhez is kellettek olyan személyiségek, akik belülről segítették ezeket a dalokat eljutatni a közönséghez. Ez így működött. Tessék? Ez így igaz. Igen, de nekem ezzel addig nincs bajom, még nem a jót, tehát a jót is játsszák. Aztán a közönség döntse el, hogy neki mi a jó, vagy mi a rossz. De szóval valahogy a mai világban kiveszett, és nem csak az én műfajamról beszélek, hanem általában az értékek megváltoztak. Celebek lettek. Én el nem tudtam volna képzelni, meg el nem tudom képzelni, hogy egy Berki Krisztián
ennyi pénzt keresni, és ezzel még egy tévéműsort adjanak neki. És nem sorolom a többit, mert sorolhatnék még 8-10 embert. Hol van a világ, vagy merre mentünk? Egyszerűen hát nagyon messze vagyunk a Deep Purple-től. Borzasztó. Szóval erről szól a világ, és a tévét egy érdekli, hogy minél több reklámot fizessenek benne, és így tovább. A mexikói gagyi sorozatoktól kezdve, szóval borzadán jön még. A különböző szakmai voice-okig, amit már rég eldöntöttek mindezt a mostani Dal Eurovíziós Fesztivált, véletlenül a következő szervező ország nyerte. Ennyire vannak véletlenül, vagy mégiscsak kevesebben telefonáltak. Tehát kamu az egész. Sajnos. Érdekes egyébként, egy picit erre rímel az, amit én még szeretnék megkérdezni tőled. Valamikor a 80-as évek második felében, legalábbis a Magyar Rádió dokumentumai szerint, te benne voltál időnként tehetségkutató versenyek zsűriében. Ilyen emberek mellett, mint Gonda Imre, Friedrich Károly, jazzzenészek. Ez úgy működött akkor, aki épp ráért. Ja, értem, jó. Pont emiatt, és ahogy itt elkezdted a mai állapotokat is ecsetelni, adódik a kérdés, hogy a 80-as évek közepén, azóta eltett nagyjából 30 év, mennyit változott szerinted a zenei kultúrának a motivációja? Tehát az, hogy valaki miért vesz a kezébe egy gitárt, vagy miért vesz a kezébe egy billentyűs hangszert? Én azt érzem, hogy egyébként ma kiváló zenészek vannak. Baromi sok tehetség van. Ha csak a kőbányai iskolát, zenesulit ontja a tehetségesebb zenészeket. Én egyéniségeket nem találok. Tehát aki talán nem is olyan jó zenész, kicsit hamisan énekel, de ránézek és föláll a szőr a hátamon, megfog. Enélkül nincs főszereplő a filmekben, nincs színházi előadás, és nincs rockzenese. Ha valakinek el kell vinni a balhét, kiviszi el a balhét, akit a közönség kiválaszt. Ilyeneket nem találok. Sok jó van egyszerre. Nincsenek egyéniségek, és hála jó Istennek időnként a mi dalainkhoz nyúlnak. A járható utat látom, a Demjén Rózsi, Máté Péter, vagy az én dalaimat időről időre. Ez visszajelzése az annak a kornak, amikor mi az életünket tettük föl erre a műfajra. Ma a gyerekek megtalálják a számításukat szenvedés nélkül. Sokkal több anyagi lehetőséget kínál az élet. Én amikor zenéltem, ha elmentem volna ebből az országból, ide többet úgy tanítottak, hogy diszidálsz, ide nem jöhetsz vissza. Soha. Ma, ha itt nem sikerül, a világba bárhová elmehet egyik pillanatra, másikra szerencsét próbálni. Nagy, sokkal nagyobb a lehetőségek minden szinten. Természetesen a rendszerváltása előjött a megrontó és rontó dolgok, így a mi szakmánkban is. Egyik pillanatra a másikra párhuzamba állítottak a mi műfajunkat a világsztárokkal, amivel nem tudtunk versenyezni, se hangzásban, se látványban, stb. És ez a pici ország nem bír el ennyi bohócot, mint ami van mai napig. Én így látom. Én, hogyha hozzátehetnék annyit, hogy én azt a különbséget látom, és az számomra elég aggasztó különbség, hogy elnézést, csak úgy adok egy cukrot, nekem van. Nem? Hogy annak idején a mi korosztályunk, amikor elkezdett zenélni, akkor bennünk az volt mindannyiunkban, hogy mutassuk meg azt, hogy tudjuk mi azt, amit a másik, de tudunk valami olyat, amit csak mi. Tehát mi különbözni szerettünk volna. A későbbi korosztályok meg pedig, mint hogyha az ellenkezőjét vallanák, hogy az úgyse érdekel senkit, hogy mi az, amit mi tudunk csak, senki más nem, hanem azt kell bebizonyítanunk, hogy az a másik, amit tud, azt mi is tudjuk, és hogyha ő azzal sikeres volt, akkor én is sikeres leszek, hogyha ugyanazt csinálom. Tehát ők, mintha elvegyülni szeretnének. Tehát az elvegyülés és a kiválás közötti nagyon óriási különbséget látom én a legnagyobb problémának ebben a szakmában. Ha egy bónusz kérdés befér, valamikor 95-96 körül, jobbulást. Voltam egy fehérvári úti próbateremben,
mint ilyen ifjú napilapos újságíró, ahol is a Taurus zenekar próbált. Lehet, hogy én valamit beszedtem, valami anyagot, vagy nem tudom, de határozottan emlékszem, hogy én jártam egy ilyen próbateremben, ahol ott volt a Somlajos, ott voltál te, talán a Győző, nem tudom, hogy ki volt a gitáros, Radicsot ki helyett. Talán a Tátrai Tibi volt, ha jól Tátrai Tibi volt a gitár. Nem, bocsáss meg, az Ávodi volt ott, az Acskó. Talán Pusztavacson, vagy valahol lett volna valami koncert, és arra szerveződött újra a Taurus. Na most a Pusztavacs, az a Pusztavacs egy totális kudarc nem volt. Is volt. Nem is volt. Nem is volt. Talán csak a 100 fok Celsius lépett föl, tudom, 100 ember előtt. És az még kapott pénzt. És ők még oda kaptak még pénzt. Maradt, ez volt a város regendő, ők még kaptak, mert ők előre kérték. És hát ha már ilyen frankón összepróbáltátok a műsort, igen, akkor miért nem lett ennek olyan következmény, hogy akkor legalább egy ilyen bulit lejátszottok legalább itt Pesten? Hát nézd, ez a dolog egyszerű és megismételten alkalomra szólt ez az összeállás, és adott helyszín volt a Pusztavacs, mint említetted. Ez másra nem lett volna érvényes egyrészt. Másrészt a Radics Béla nélkül nincs Taurus. Ennyi. De hát mégiscsak próbáltatok az Acskóval, tehát... Ez egy megrendelés volt, ez egy felkérés volt, konkrét felkérés volt egy újságtól, ha jól tudom, vagy a Zsaru magazin, vagy nem tudom. Lehet, hogy a mai nap. Lehet, valamilyen konkrét felkérés, valamit újságtól. Igen. Úgyhogy ennyi kötődés van a dologhoz, de egyébként mondom, Radics Bélához kötődik ez az egész mítosz. Hát egyszerű és megismételhetetlen. Akkor, hölgyeim, is én azt mondom, hogy én vagyok, urakok, az egyetlen, aki látta ezt a Tauruszt, és a szemtanúja, hogy ez tényleg volt, tényleg összeállt, mert ott voltam egy fél óráig, ez biztos. Ezt se sokan tudják, hogy volt egy majdnem Taurusz koncert. Akkor indult el igazából az úgynevezett stadionrock, amikor a zenekarok egyre nagyobb több külsőséggel, egyre nagyobb helyeken, nagyobb cuccal, egyre fényekkel, füsttel, mindennel, jelmezekkel, de egyre nagyobb közönség előtt játszottak, ami persze egy bizonyos értelemben ez egy fölemelkedés volt, egy előrelépés volt. Bizonyos értelemben viszont ez visszalépés volt, mert minél nagyobb helyen játszol, minél nagyobb cájgal játszol, minél nagyobb közönség előtt, annál inkább veszítél az intimitását. A dalok, az intimitásokat mindenképpen elveszítik, és én már akkor mondtam, hogy ez egyszer véget fog érni, mert az a verseny, hogy kinek van több fölpakolni való cucca, vagy drágább, vagy jobb, az egy idő után mindenkinek ugyanaz lesz. Mindenki ugyanolyan nagy színpadokon fog játszani, ugyanolyan nagy cájgal, ugyanolyan körítéssel, ugyanolyan nagy közönség előtt. Mi fog megint számítani? Megint a dalok kezdenek el számítani. És a közönség megint rá fog érezni arra, hogy itt nem a körítés a lényeg a rockzenében, hanem a dalok, és amiről a dalok szólnak, és ahogy engem megszólítanak a dalok. Úgyhogy figyeljétek meg, hogy a műfaj lecseng, ez a hatalmas hullámhegy, vissza fog kerülni oda, hova való, a kis klubokba. Hát, és megtörtént, és most már ez rég megtörtént, és most megint az fog történni, ami annak idején volt, hogy nem azért kezdenek el zenélni ismét a srácok, mert akkor majd a tévébe fognak tudni szerepelni, meg sok pénzt fognak keresni, hanem azért, mert szeretnek zenélni. Tehát beköszönt újból az amatőr korszak. Tehát a színuszgörbe az működik. A színuszgörbe az többféle módon is működik, mert mindig van egy hullámhegy, és utána van a hullámvölgy, olyankor jönnek mindig az új stílusok, új sztárok, akik majd aztán az ő hullámhegyük végén eltűnnek, és akkor viszont mindig a rock jön vissza a következő hullámhegyre. Tehát az új stílusok azok mindig egy-egy ciklus tudnak túlélni, és utána soha többet nem hallunk róluk, és a kettő között a rockzene az viszont mindig visszajön, és ez amíg a világ ez így lesz. Ez így igaz, csak már nem olyan volumenben, mint ahogy az annak idején. De nem is az a dolga, most ismét egy intim műfaj lesz kisluba, amatőr szinten, és majd megint elindul az a folyamat, igen, hogy amelyik kiválasztódik, nem is a mi dolgunk. Okay.
De én meggyőződésem, hogy ha valaki zenész akar lenni a mai világban, és ráteszi az életét, és van benne tehetség, előbb-utóbb megfozza a gyümölcsöt, és van szerencséje, mert az kikerülhetetlen a dologban. Ez 60% szerencse, 40% tehetség. Tehát ez van, akkor előbb-utóbb eléri a célját ebben a szakmában. Én azt látom, hogy mi egy szerencsés korosztály voltunk, amihez tartozunk. Én azt látom, hogy egy pár koncertre elmentem. Az a rock közönség, ami minket éltetett, Tate Paokkal, Alföldi Papucsal, Szimat Szatyor és sorolt nem a sót, akik korunkbeli emberek most már, és kevesen vannak köztük, azok járnak P-mobilra, Kartágóra, Piramisra, Korára. Nem több, nem kevesebb. Tehát ez a rock közönséghez nem jöttek újjak tömegével. Nem tudom, érthető-e, de hát ez abszolút. És a rockzenének akkor volt egy közös nyelvezete, volt egy farmer, volt egy hosszú haj, és a mondani való a szövegekben. Én szerencsés korosztályhoz tartozom, mert fiatalon azt csinálhattam, és bekerültem egy olyan már ismert együttesbe, és eltelt majdnem 50 év azóta. Abból élek meg, amit szeretek. Szeret a közönség, nem tudom, az itt lévők szeretnek-e, de ahová megyek, azok szeretnek. És ezek a dalok, amit az Attilával megírtunk ezelőtt 40-50 éve lassan, ezek mind a mai napig igazak. Tehát bármikor születettek volna, 72-ben vagy most, mert olyan az értelmi mondani valója. És dallama van. Én nekem meggyőződésem, hogy ma inkább ezek a tempos dolgok vannak a levegőben, a mai korosztálynál, a ritmus a fő, hogy dallam nélkül nincs zene. Szóval, ha nincs dallam, akkor nem marad meg. Megnézed a legvéresebb rockzenekarokat a világban, AC/DC-t, vagy bár. Mindenhol a líra marad meg. De mindenhol a líra marad meg. Nem a kaszat, az hangulatnak jó. De ami megmaradt hosszú éveken keresztül, és fütyülik, az a líra lesz.